Érdekes a helyzet az Európai Unióban az emberi jogok tekintetében. Addig, amíg az Európai Parlament, az Európa Tanács, jobban mondva az Európai Tanács és az Európai Bizottság sokat foglalkoznak az emberi jogok helyzetével a harmadik országokban, Szenegáltól kezdve, Kongón keresztül egészen Sri Lankáig, addig nem igazán foglalkozik az Európai Parlament a belső helyzettel, ami az emberi jogokat illeti. Ez egy rendkívül érdekes helyzet, az európai intézmények ugyanis csak azzal foglalkoznak az Európai Unión belül, amire létezik jogalap. Történetesen addig, amíg a Lisszaboni szerződést nem ratifikálja a 27 tagország az emberi jogok tekintetében, nincs ilyen jogalap, mert a szerződés csak a diszkrimináció mentességről rendelkezik, illetve azt mondja ki, hogy a diszkrimináció megszüntetése érdekében lehet hozni az Európai Unió szintjén bizonyos intézkedéseket. Ez valóban meg is történt. Úgy tűnik, hogy lassan ez az igyekezet a befejezéséhez közeledik, hisz az Európai Parlament az talán van az utolsó antidiszkriminációs irányelv. Azt hiszem, erről is majd még szót ejtünk. Ma azonban inkább arról szólnék, hogy az Európai Parlament asztalán volt az úgynevezett Catania jelentés, amely az emberi jogok helyzetét térképezte föl az elmúlt 4 esztendőben az Európai Unió tagországaiban. Rámutat olyan problémákra, amelyek valós problémák, és az is tény, hogy nem mindegyik országban érintik egyformán a lakosságot, nem mindegyik országban egyforma a helyzete az emberi jogoknak, nem mindegyik országban hasonlóak vagy ugyanazok a problémák. Ez a jelentés érinti a szociális jogoktól, a gyerekek jogain keresztül egészen a kisebbségi jogokat, és erről szeretnék néhány szót szólni, mert úgy érzem, hogy a kisebbségi jogok tekintetében ez a jelentés valóban egy nagy előrelépés. Nem csak azt mondja ki, hogy létezik a kettős standard, amit mi nagyon jól ismerünk, mert hisz van a csatlakozó országok számára egy kötelezvény a koppenhágai kritériumok keretében, melynek alapján a kisebbségi jogokat kötelező tiszteletben tartani. Csak országokban ilyen belső jogi norma nincs, és erre is rámutat ez a jelentés. Rámutat arra is, hogy jó lenne átvenni és ratifikálni azokban az országokban, amelyek még ezt nem tették meg, a keretegyezményt és az európai regionális vagy kisebbségi nyelvek chartáját is. Arra is rámutat, hogy az anyanyelven való tanulás, az anyanyelv használata támogatást érdemel, és az anyanyelven való tanulás az egyszerűen az alapvető emberi jogok közé tartozik. Azt hiszem, hogy erre éppen nálunk jobban oda kellene figyelni. Arra is rámutat ez a jelentés, hogy a kisebbségek helyzetén valójában az javíthat, hogyha megkapják az önkormányzatiságot, hogyha azok a személyek, akik kisebbséghez tartoznak, önkormányzatisággal rendelkezhetnek és így dönthetnek a saját dolgaik felől, fölhasználva azokat a legjobb tapasztalatokat, amelyeket Európa szerte ismerünk, akár a personális, akár a területi autonómiáról lett lévén szó. Igaz, hogy ezeket a kifejezéseket a jelentés nem tartalmazza, de rámutat arra, hogy a legjobb európai tapasztalatokra kell ezt az önkormányzatiságot alapozni. Én úgy érzem, hogy ez valóban egy hatalmas előrelépés ezen a téren, és nagyon remélem, hogyha a Lisszaboni szerződés jóváhagyásra, ratifikálásra kerül, és megmarad benne az a félmondat, amelyik a kisebbségek jogaira utalnak, hogy ez megfelelő jogi keretet, jogi alapot teremthet arra, hogy ezen az úton tovább lehessen lépni.